Ez itt a Porta, a Régióplusz Televízió térségi magazinműsora. Stúdiónk vendége pedig Sándorné Buda Ildikó, dietetikus, a 60-i Albert Schweitzer Kórház egészségfejlesztési irodájának munkatársa. Köszöntelek, Ildikó, itt a stúdióban. Köszönöm, örülök, hogy itt lehetek veletek. Ildikó, egy sajnálatos igazából két éve köztünk élő járvány, Covid, és a fertőzés hatásainak kezelését fogjuk most megbeszélni. Milyen kapcsolata van az egészséges táplálkozással, egyáltalán a táplálkozással, milyen tanácsok adhatók, kinek mire kell vigyázni, aki még nem esett át, aki oltott, aki oltatlan, vagy aki már átesett rajta, úgyhogy ezzel kapcsolatban először arra lennék kíváncsi, hogy az irodára változott-e a hatás ennek a járványnak, a iroda munkájára, hogy megváltozott-e valami, alkalmazkodnod kellett-e az új helyzethez? Hát az iroda munkáját, mint mindannyiunk életét azért fennekestől felfordította a Covid. Ugye a legnagyobb probléma a mi irodánk és a Covid kapcsolatában az, hogy egyre szűkült, és most jelenleg megint majdnem teljesen megszűnt a személyes kapcsolatunk a klienseinkkel. Nagyon-nagyon elenyészően kevés egyéni tanácsadásra, pszichológiai, dietetikai és egyéb tanácsadásra van lehetőségünk, egész egyszerűen magának a járványhelyzetnek a következtében. Bocsánat, ezt rendeleti szigorítás miatt szűnt meg, vagy az emberek lettek óvatosabbak, és inkább keresik ezt a lehetőséget? Mind a kettő. Tehát először valószínűleg úgy történt, hogy rendeletileg, ezt mondjuk az előző hullám hatásaként, aztán azt vettük észre, hogy már olyan programjainkra is kevés a jelentkező, amit régen nagyon-nagyon szerettek az emberek, tehát például vízitornára most egy kicsit nagyon kevesen jelentkeztek. Tény, hogy tél is van, de leginkább járványhelyzet. Mi pedig kerestük az alkalmat, hogy hogyan tudnánk mégiscsak valami módon kapcsolatba lépni a lakossággal, úgyhogy ezért váltottunk az online. Jó, de egy vízitornát igazából azt nem lehet megoldani. Tehát vannak olyanok. Jó, ez egy érdekes, várható volt, hogy ezt fogod mondani egyébként, hogy átalakultak a szokások, átalakult a munkátok is ezáltal, más felületeket kell keresni, hogy találkozzatok a páciensekkel. Térjünk azért arra a témára rá, amiért végül is itt ülsz most, ez pedig, hogy a koronavírus járványfertőzés milyen étrendi kezelést kíván ezt tulajdonképpen? Tehát egy dietetikus szemével mi változott meg? Mire kell odafigyelni? A Covid járvány, mint minden egyes ilyen hatalmas vírus járvány, mindenképpen egy egészen felkészült immunrendszert kívánna. Tény, hogy most már lassan másfél éve terheljük ezt az immunrendszert, tehát mindenképpen szükségünk van egy kicsit megerősített védekező rendszerre ennek minden egyes vonatkozásában. Egy kicsit, ha szétbonthatjuk, hogy kire milyen étrendi tanácsok vonatkoznának. A kórházban kórházi kezelést igénylő betegek legnagyobb veszélyét abban fogják elszenvedni, hogy az állandó mobilizálatlanság, tehát az állandó fekvés miatt, a kevés mozgás miatt leépülnek az izmaik, és ez nagyon veszélyes mértéket tud ölteni. Tehát egy két hét alatt egy felnőtt ember akár az izomtömegének a 10-20%-át képes elveszíteni. Tehát ezt mindenképpen dietetikusként az intézeten belül erre mindenképpen figyelmet kell fordítani. Hála a jó Istennek azért viszonylag kevésen szorulnak kórházi kezelésre, ugye a többiek otthonukban kellene, hogy átvészeljék ügyesen ezt a vírusfertőzést. Ahogyan ezt már sokszor-sok helyen elmondtuk, támogatni tudjuk, tehát meg kell próbálnunk alkalmazkodni az akkori éppen aktuális fizikai állapotunkhoz. Mindenképpen keveset, többször, szélsőséges mennyiségektől, tehát vagy a nagyon-nagyon alacsony mennyiségű kalóriabeviteltől, vagy akár a túlzott kalóriabeviteltől is illik óvakodni. Elengedhetetlenül fontos az emelt folyadékbevitel. Én megdöbbenve olvastam, hogy egy 39 fokos láz egy nap alatt az majdnem plusz 1 liter
verejtékezéssel. De talán kívánja is ilyenkor az így van, erre figyelni kell. Igen, csak ugyanakkor ez egy összetett folyamat, az embernek fáj a torka, köhög, alszik, tehát képes akár nagyon keveset, kevés folyadékot fogyasztani, tehát hogyha képesek vagyunk, akkor saját magunknak illik erre figyelni, ha pedig úgy látjuk, hogy a családtagunk nem képes arra, hogy megfelelően pótolja az elvesztett folyadékot, akkor ebben mindenképpen segíteni kell. Hát ha van valaki mellett valaki. Mert például ugye előfordul, tehát ugye akkor törekedni kell arra, hogyha valaki fertőzött, és mondjuk otthonban nem szorul kórházi kezelésre, akkor azért rendszeresen valaki látogassa, ellenőrizze azt, hogy mit evett, mennyit evett, mit ívott, mennyit ívott. Az idősek megint nagy veszélyben, tehát ugye ez a szokásos... Gyerekeknél van valami? Pontosan ezt akartam mondani, tehát szokásos két korosztály véglet, ugye a veszélyeztetett korosztály, az idős korosztály, és a gyerekeknél is. A gyerekeknél, ahogy egyre átalakul ez a vírus, a mostani vírus hullámra tudjuk azt mondani, hogy a gyerekek egy kicsit veszélyeztetettebbek rá. Elég sok gyerek kerül most felső légúti, illetve közép-felső légúti megbetegedéssel kórházba. Alapvetően nagy részt jól átvészelik, egy enyhen áthával, illetve minimális köhögéssel, de ha ez náluk is erősebb fertőzést mutat, akkor náluk is kórházi kezelést igényel, észre fogják venni a szülők, tehát azok a tünetek, amik általában egy banális náthán túlmutatnak, tehát amikor túlzottan bágyott a gyermek, állandóan magas láza van napokon keresztül. Nem eszik rendesen, pontosan. Gondolom. A nem esziknél sokkal fontosabb, amikor nem akar inni sem. Uh-huh. A folyamatos láz, hányás, hasmenés a kiszáradáshoz, a pici gyermekek nagyon könnyen képesek kiszáradni. Ezt akár, tehát hogyha ezek általában a szülők nagy része ezt tudja is, tehát meg is tudja oldani akár, tehát hogyha ez nem egy folyamatos hányás hasmenés, akkor otthoni körülmények között is meg lehet próbálni az elvesztett folyadékot pótolni. Meg gondolom, meg is lehet az egészet előzni, nem magát az, hogy ne fertőződjön meg valaki, hanem mondjuk úgy szoktatni a gyereket étkezésre, hogy meglegyen a rendszeresség, meglegyen a megfelelő minőségi étkezés. Ez is fontos lehet, mert lehet, hogy akkor a vírussal szemben is ellenállóbb. Egészen biztos. Tehát ez szakmailag, dietetikusként nem vagyok felhőtlen a mostani felnövekvő generáció étkezési szokásait tekintve, tehát elég sok negatívumot tapasztalok, mostanában találkozom gyermekkliensekkel, vagy találkoztam gyerekkliensekkel is, nagyon-nagyon nem szép és nem jó étkezési szokásokat vettek föl a gyermekeink. De nem a gyerek veszi föl, szerintem a szülő felelősége. Hát igen, természetesen igen. Ennek, tehát amikor megjelenik nálam egy gyermek, akkor természetesen ő az édesanyja. Mert rohanó világ van, nincs idő, nem későn egyszerű. Ébredtünk, nem hát már... reggeli majd eszel az óvodába, pontosan. Megszokja. Hát így van. Én most nem olyan régen voltam kint egy középiskolába, ilyen 16-17 éves gyerekek, fiatal felnőttekről beszélünk, akitől többszöri rákérdezésre sem tudták megmondani, hogy mikor reggeliztek utoljára rendszeresen. Tehát már az óvodáskornál tartottam, amikor azt mondták, hogy ők akkor sem reggeliztek. És itt éreztem, hogy valami nagyon elcsúszik. És hát az ő szüleik azért még 30 pluszosak általában. Hát igen, és ugye amikor beszélünk erről az egész, most jó, a járvány vagy a Covid hozta ki ezt az egész témát, akkor azért itt köszön vissza az, hogy ezek a rossz szokások gyakorlatilag járvány nélkül is problémát okoznak, de ha itt a járvány nyakunkon, akkor még nagyobb kockázatnak persze. Vannak kitéve a gyerekek, meg mindenki. Azt hiszem, ezt a témát körbejártuk, viszont ugye akik átestek a Covid-on, azoknak lehetnek utólagos tüneteik, vagy rossz esetben szövődményeik, és ott a táplálkozás. Tehát érdemes-e esetleg változtatni az étrenden, a táplálkozási szokásokon, annak érdekében, hogy javuljon az általános közérzet, meg az egészségi állapot. Természetesen egyrészt érdemes hosszú távon is erősíteni az immunrendszert, ehhez megfelelő módosított étkezési szokásokat lehet fölvenni, de miután, ahogy említetted, ennek a betegségnek vannak olyan szövődményei, hosszan fönnálló
mellékhatásai, amiket azért étkezéssel egy kicsit lehet korrigálni. Ugye nagyon-nagyon sokan panaszkodnak arról, hogy elvesztették íz és szaglásukat. Ennek egyik veszélye például, hogy túlzottan elkezdünk sózni, cukrozni, hát ha a következő adaggal egy kicsit ezt érezzük, erre tessék tudatosan figyelni, hogy sajnos ettől nem lesz jobb. Mindenképpen megfelelően, tehát a fizikai állapotnak megfelelően kezdjük visszavezetni a táplálkozásban is az ételeket. Tehát az az beteg, aki két hétig kenyéren és vizen élt jobbik esetben, lehetőleg ne a következő napon szeressen csülkös paccal tenni, ebből valószínűleg jól nem lehet kijönni. Tehát először ugye a szénhidrátokat kezdjük el visszavezetni, fehérjepótlásra folyamatosan a betegség alatt is, illetve a lábadozás időszakában is nagyon fontos figyelni, tehát túrót, sajtot, tojás, sovány húsokat, halat, nagyon szerencsés beilleszteni az étkezésbe. A zsíradékok visszavezetése az, ami egyrészt hosszú távú hatásban is érdemes elgondolkodni, hogy nem ártana egy nagyon picit visszavenni a táplálkozásunkban a zsíradékoknak a mennyiségét, illetve mind az emésztőrendszert érintő betegség esetén az zsírokat szerencsésre legkésőbb visszavezetni. Hányszor érdemes egy nap étkezni? Minél többször. Ez sok szempontból igaz, dietetikailag mindenképpen súly és krónikus betegségek megelőzése szempontjából is szerencsés, de például a COVID-ral kapcsolatban, hogyha most elég gyakran a mostani őszi hullámban nagyon sokan panaszkodtak hányásról, hasmenésről, ez ugye egy emésztőrendszert érintő COVID hatás, és elég sokáig fönnálló puffadásról, nehezebb emésztésről, itt mindenképpen többször keveset az elv, ugyanez ebben az esetben is. És ez is legyen változatos azért. Természetesen. Rostban is. Pontosan, tehát mindenképpen egy... Gyümölcsök. Ezek mind az immunrendszert segítő tápanyagaink. Tehát mind egy beteg gyermeknek, mint egy beteg felnőttnek megfelelő, akár pürésített gyümölcs mennyiséget nyugodtan lehet adni. Ezt lehet egy nagyon kevés fehérjével, tehát akár túróval, akár sajttal, akár egy nagyon kevés joghurttal felturbózni, egy kicsit komplettálni, egy kicsit teljesebbé tenni. Húsféléket elég sokáig nem szeretik a betegeink fogyasztani, valamiért a hús undor egy nagyon picit hosszabb ideig fönnáll a betegség lezajlása után is. Nem feltétlenül kell ezt erőltetni, mindazonáltal arra azért figyelni kell, hogy vannak olyan korosztályok a gyerekekre, kismamákra, felnőtt nőkre, fiatal nőkre, és egy picit az idősekre is gondolva, ahol a fehérjepótlás szerep szemszögéből a húsnak azért szerepe van. Tehát egy minimális mennyiségű sovány hús, csirke mellett, halat meg kell próbálni mindenképpen az étkezésbe beilleszteni. Szóval vírus ide, vírus oda, de most ezt az aktuális, érdemes odafigyelni mindenképp a táplálkozásra, sokat segíthetünk magunkon, azt gondolom. Ha valakinek további információra, konzultációra van szüksége vagy igénye, hol talál meg titeket? Kollégáimmal a 60-i kórház területén az egészségfejlesztési irodában várjuk az érdeklődőket, a segítségre vágyókat vagy szorulókat. A kórházon keresztül az egészségfejlesztési iroda mindenképpen 8-tól 16 óráig áll. A kórház honlapján. Így van, mindenképpen. És Facebookon is elérhetők vagytok, mint egészségfejlesztés. Ott telefonszámokat is találunk. Mindenféle telefonszámot találunk, illetve az online programjainkat is a Facebookon próbáljuk mi is népszerűsíteni, hogy hát egy kicsit jobbat tudunk kihozni ebből a mostani helyzetből. Hát ebbe bízunk. Köszönöm szépen, Ildikó, hogy mindezt elmondtad, köszönöm, hogy rendelkezésünkre álltál. Én is köszönöm. Önöknek szeretném megköszönni a figyelmet, amennyiben lehetőségük van, nézzék a Régió Plusz televízió műsorát, viszontlátásra!